Polgármester úr, 10 óra előtt pár perccel jött a hívás, hogy gázkitörés van. Ön is megérkezett a helyszínre, most 10 óra múlt egy pár perce. Mik a tapasztalatok? Én is úgy értesültem erről a sajnálatos eseményről, hogy Földvári képviselő úr felhívott és értesített azonnal, hogy mi történt a helyszínen. Egy főnyomó gázvezetéket vágtak el itt a közmű felújítás alkalmából. Én azt látom, hogy mind a Tigáz, mind a tűzoltóság teljes erővel kín van. Megpróbálják megszüntetni ezt az iszonyú erővel feltörő gázt, és a rendőrség pedig az összes érintett, környékben érintett lakót most ki telepíti, vagy megkéri őket, hogy hagyják el az ingatlanaikat. Ilyenkor ez nyilván ez a protokoll. Most is azon dolgozik még az egyik rendőrünk, hogy az egyik házból értesítse az egyik nyugdíjast, hogy ki kellene onnan jönni. A többiek már azt hiszem, hogy mind. Mekkora területen ürítik ki a lakósokkal? Én nem tudom, erre megvan a protokoll, nyilván attól függ, hogy egy ilyen gázvezetéknek milyen esetleg, ha bármi probléma történik, akkor milyen hatóköre van, ne legyen semmi, tehát itt vannak a szakemberek és dolgoznak vele. De én úgy látom, hogy egy jobbra-balra 5-10 ingatlant kiürítenek. Tehát mindkét oldalon kérik az embereket, hogy menjenek ki. Azt lehet tudni, hogy milyen eljárással próbálják megszüntetni a gázkitörést? Én erről csak olyan tapasztalatom volt, hogy nálunk egyszer egy kisebb vezetéket sikerült az udvaron ugyanúgy elvágni egy markológépnek. Én azt tudom, hogy a Tigáz szakemberei rendkívül profi módon tudják ezeket elzárni. Magam is meglepődtem akkor, hogy milyen gyorsan és milyen hatékonyan. Nekik van erre egy speciális szerkezetük, amit ilyenkor a cső végére rátesznek, és azzal el tudják zárni a gázkitörést. Ilyenkor ők azt mondják, hogy ilyenkor ez a legveszélytelenebb, bár azért a levegőben mi is érezzük, hogy rendkívül magas a gáznak a tartalma, mert a maga a kitörés közelében még a nyílt láng sem okozna a robbanást, tűnik olyan nagy nyomással érkezik ki a csőből, hogy bármilyen lángot elfújna. Polgármester úr most visszamegy dolgozni munkába, honnan tájékozódik, hogy mi lesz a következő órákban? Én onnan fog tájékozódni, hogy felhívom a képviselő urat és megkérdezem, hogy mi történt. Mert eleve maga az információ is tőle jött. Köszönöm az interjút. Én is köszönöm szépen. A kora délutáni órákban Elek Sándor, Török Bálint polgármestere közölte velünk telefonon, sikerült elzárni a gázt.